Két hétig a képzés résztvevői intenzíven foglalkoztak a szerb nyelvvel. A képzés célja, hogy a vajdasági magyar fiatalok számára zökkenőmentesebb legyen a váltás a magyar nyelvű oktatásról a szerb nyelvű oktatásra, gördülékenyebbé váljon a kommunikáció, valamint feloldásra kerüljenek a gátak, amiket a diákok éreznek, főként a beszéd terén. Azért éreztem fontosnak, hogy én ezt a gátat le tudjam küzdeni. Többnyire sikerült, mert nagyon sok játékos, kommunikációkészségű játékokat vitt be a tanárnő, ami így segített feloldani a gátakat, és mert baráti környezet alakult ki, így nem is volt probléma az, hogy én feszengenék. Szerintem nagyon fontos ez a kurzus a magyar nyelvű diákok számára, mert két hét alatt nagyon intenzív a tanfolyam, ugye délelőtt és délután zajlanak az órák, és szerintem a kommunikációt nagyon szépen tudja fejleszteni. A kéthetes tanfolyam elsősorban beszédközpontú volt, csoportos, páros és egyéni feladatok által, valamint a helyesírás és az e-mailek írása is nagy hangsúlyt kapott. Igyekezünk a passzív nyelvtudást aktiválni náluk, igyekezünk bővíteni a szókincsüket, igyekezünk arra, hogy azokat a nyelvi modelleket, amik gondot okoznak náluk, hogy ezeket állandóan korrigáljuk és javítsuk, és ezt úgy csináljuk, hogy olyan aktivitásokat szervezünk meg, hogy ők állandóan beszéljenek. A képzés során a tanulás mellett a diákoknak alkalmuk volt ismerkedni a város látnivalóival, valamint a kollégiumi élettel is. A Magyar Nemzeti Tanács a hallgatókat felsőoktatási tanulmányaik során több programmal is segíti, mint például az ösztöndíj vagy a demonstrátori program. A szerb nyelvi felzárkóztató képzés mellett a demonstrátori programunk, amely arról szól, hogy felsőbb egyetemistákat rendelünk hozzá gólyákhoz, első évesekhez kezdetbe, és akkor valamiféleképpen ezek az emberek, akik helyi tudással rendelkeznek, próbálják őket segíteni mindenféle ilyen operatív teendőkkel. 17 első éves felsőoktatási képzésben résztvevő fiatal látogatta a nyelvi kurzust. A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósult meg.